Na, hát sziasztok srácok, én Dolph 2006 vagyok, és a mai videóban ismét itt van velem Rolly Kóla. Sziasztok! És most a Hardcore sorozatnak a negyedik részében vagyunk, és ott fejeztük be, hogy ezt itt így befejeztük ezt az egész farmot tulajdonképpen, és a házat kéne most már szerintem befejezni ebben a részben, az elég fontos lenne. Szerintem amúgy be kéne tenni a chesteket, meg most már mindent rendesen a házba. Utána pedig nem tudom, hát van egy pár csontunk, abból lehetne talán egy pár magot még szerezni. Vár. Itt leásunk, és akkor itt ugyebár lesz a kemencének. De szerintem nem lenne rossz berendezni. Bekapcsoltam a felhőket is most, hogy látszódjanak, legalábbis hát most nekem látszódnak, nekem, neked nem tudom, hogy be volt-e kapcsolva, de szerintem ez így jobban Tudom. néz ki. Várjál, csak a magasságát nem lehet állítani. Optifine-ba lehet, nem mindegy. Mondjuk lehet, hogy ezt a kemencés helyett nem így kellett volna, hanem úgy, hogy innen, ebből az irányból tudjál lefele ásni. Hogy itt tudjál lemenni, nem? Ha nem, mert hogyha erre, akkor itt meg belemegy itt, ebbe. Hát. Mondjuk az igaz. Ez ami rohadt jó lett itt ez a hely szerintem. Itt így le lehet így jönni, meg itt maga ez az egész cucc, és tényleg, ahogy van annyi obszidiánuk, hogy tudjunk már csinálni egy enchantment table-t, mert az egész jól lenne, vagy enchanting table-t, vagy hogy hívják. Van. És hát négy kell hozzá, Négy, vagy... igen, négy, annyi van, akkor kell Akkor még van. kettő obszidián, és még egy könyv kéne. Hát nehogy már a legolcsóbb dolog ne legyen meg. Van gyémán, meg obszidián, nincs könyv. Hát ilyet még nem láttam. Ja, igen, de hát őszintén a könyv se egy olyan értéktelen cucc, mert hát nem úgy kell, nem bört meg cukornádat, nem az égből szedsz, random kapsz. Hát nem is a 16-ostól nullás szintig kell bányászni a bányával, mindegy. Szerintem amúgy megyek, azt keresek valahol, de nincs cukornád? Tehát én emlékszem, hogy szedtem ki cukornádat, nem? Vagy ezt eldobtuk? Nem tudom, mi volt már azzal. Éppen akartam mondani egyébként, hogy most elmegyek egy kis cukornádat meg bört szerezni, és hát akartam mondani, hogy lerakom a gyémántot meg az obszidiát, hogy érted, ha meghalok, akkor hogy legyen elrakva, ne vesződjön el, de hát, hogyha meghalok, akkor vége a sorozatnak, basszus. Nice. A few moments later. Na, közben jövök visszafele, megvan a cukornád, de hát eddig be is esteledett. Hát nálam is van 37. Ja, jókor szólsz. Mennyit szedtél? Négy, vagy, ja nem, hatod. Ja, miért nem mondtad, hogy kell cukornád? Megyek, azt keresek valahol, de nincs cukornád? Hát én emlékszem, hogy szedtem ki cukornádat. Na, le is craftoltam akkor a papírt. Bőr az ugye van? Az csak kell legyen. Van. Hát van bőr. Kéne egy farmot csinálni. Azért én véleményem szerint nem lenne olyan rossz. Ja. Na, meg is van az enchanting table. Le is raktam most ide ezt a enchanting table-t, és akkor majd még kell egy-két bookshelf ide köré, és akkor az úgy jó is lesz. Na, elraktam most a cuccokat, amik nem kellenek, és lehet, hogy kéne hozni glowstone-t, vagy nem tudom mit a netherből, hogy kivilágítsuk ott lent az enchanting table-nél, mert az nem néz neki rosszul. Közben learattam a farmot is. Lehet, hogy mégis vissza kéne nézni a netherbe. Vagy nem tudom. No. Lehet, hogy kéne menjek és bányászok rendesen diára. Tehát, hogy rendesen legyen gyémánt, és ne az legyen, hogy igazából most is van, vagy 10, nem tudom, 17 gyémántunk, az nem elég abszolút arra, hogy megöljük az Ender Dragon. Tehát kéne most már menjek rendesen bányászni. Azt hiszem összesen 2, vagy nem is tudom, valami ilyesmi gyémántot bányáztam eddig, szóval... Ja, kéne még. A többit azt mint teszetted. Hát nem tudom, én megtehet. Ajaj, mit látnak szemeim. Hát ott van 2 pillager, és ha van 2, ott valószínűleg van több is. Az egyik az de valamiért hajnod. Nagyon pörög forog össze-vissza, a másik meg enchantolt crossbowja van. Jó, csak ez a 2 van, és nincs náluk ilyen izé, akkor talán meg is próbálhatnám. Mégis nincs nálunk izé. Megölni. Hát egy shield-el egész könnyen meg lehet őket ölni. És meg is haltak.
Nice. Na, király. Na, akkor Rohadt várjál. kevés diánk van. Akkor szerintem le is craftolok most egy stack fákját, király. Neked mi van itt a spyglass-ed a ládában? Ezt azért tarthatod magadnál is. Micsoda? A spyglass-t, a távcsövet. Jó van az ott. Kiégett egy rakás kő, ezt mind ide rakom. Vágod, abszolút Nem semmi kajánk nincs. Most veszem, van három húsom, azt ennyi van, nincs a kemencébe se. Na jó, akkor szerintem először oda megyek szedni egy kis kaját. Mondjuk lehet, hogy tényleg meg kéne próbáljak ennyi kajával most túlélni. Hát én adhatok neked még egy kicsit. Bányában nem sprintelsz, gondolom, csak ne menj bele bányás bányákba, mert akkor lehet meghalsz. Inkább állj egyenesen és próbálj diát találni. Ó, közben itt van valami, várjál. Ó, hát jó, ezt mondjuk már felfedeztük, hát akkor mindegy. Azért mondjuk jó, hogy ide leástam, mert itt legalább már lejjebb tudok menni, és tudok már rendesen bányászni. Amúgy te itt jártál, és itt hagytál egy rakás lapist. Hát tudod, hogy mennyire sokra megyünk a lapissal. Hát sokra megyünk vele, ha akarsz jó cuccokat, jó enchantolt cuccokat. Hát jó, van, na de. Itt meg úgyis, ha majd mész le bányász, találtunk volna. Hát találtam is most. Na látod. Mondjuk talán ez itt már. És itt a gyémánt, hallod? Te itt voltál és nem vetted észre, hogy itt van gyémánt. Hát én kiégek rajtad. Itt mentél el mellettem, itt ki van fáklyázva, de ez az egy hely, ahol gyémánt ide elmentél. Jó, mondjuk így is GG, hogy 19 gyémántot szedtél, de. Na. Szerintem nem vettem észre, mert akkor majdnem meghaltam a bányába. Ja. Na, itt mondjuk már volt több, nem is tudom pontosan mennyi volt. 5 darab, hát az a világ azért, de az még mindig jó, mint kettő, amit találtam először. Szerintem itt a. Itt szerintem, hogyha elkezdenék bányász, ez már jó lenne. 10-es szinten vagyok. Azt hiszem 16-tól lefele van gyémánt. Szóval, hát itt azért lehet. Gyémántból még nincs több stack, szóval abból kéne, de ajjajaj, közben itt van láva, nem mindegy. Hogyha tudnánk enchantolni, és lenne Fortune 3-as pickaxünk, Ez jó lenne. szerintem akkor nem állnánk olyan rosszul. Ja, itt is voltál már, akkor mindegy. Ja, csak a skeleton előjön szét addig, ameddig visszajövet. Oké, akkor is se volt semmi. Király. Tiszta karácsony. Hát ja, de gondolom fogunk majd belevágni mi is nagy projektekbe, szóval ezért Vágod? mondom, hogy... Jövök itt errefelé random. Itt beások. Ezt itt egy bánya. Hát kiégek. Vágod? Jövök itt, gondoltam, hogy elkezdem egyébként, azért kezdtem el így ásni, mert gondoltam, elkezdek majd így ásni befele oldalra, hogy hát, ha egy nagyobb esélyt találok a gémátot, azt itt egy bánya. Na, ha már itt vagyok, akkor majd végigfutok, de szerintem itt nem lesz amúgy, mert... Ja, de hát mondjuk 12-es, akkor lehet. Á, nem, ez fölfele megy, itt már nem lesz gyémánt. Jó, csak ne Itt megy halld meg. megint lefele, akkor ez egy swamp biome, mivel itt ilyen a víz. Ja, ott írja, hogy swamp, igen. Na, gyerünk. Adnám, ha lenne itt valami, ha random találnék így gyémántot. Hát itt... hallod, majdnem véletlenül megnyomtam a Q betűt, azt véletlenül majdnem kidobtam a pickaxemet. Fú, de hogy... rage-eltem volna. Ügyes. Egyrészt fel se tudtam volna jutni.
Másrészt meg hát egy gyémánt sárkányt kidobtam volna. És most leöntöttem egy egész lávatavat, de így se találok semmit, és mindjárt elfogy a fákjám a retekbe, szóval ez így nem lesz feltétlenül annyira nagyon rohadt jó. Szóval hát nem tudom. Jaj, közül itt van Creeper. Oh man. Hát miért izével? Hát menni is más pikexem most. Gondoltam, hogy egy gyémánt sárkány elég lesz a ti is minyált. Azt hittem ironikusan mondod, hogy vágom, mint hogyha olyan értetetlenül mondta volna. Hát, most nem tudom, hogy mondtam ironikusan, de én kurvára értem. Várjál most, ez már reggel? Igen, már igen, reggel. És ez egy víz, jó, akkor a vízben nem fog letámadni az Enderman, ez meg mi? A rákomat keres itt, na jó, mindegy. Ez nem a legtöbb. Ó, ó, szelítettem kutyát, na, király. Ó, már van na, kettő is, már van kettő is, hallod. Ó, mondjuk itt van még egy-két hal, amit lehet, hogy el kéne hozzak. Felmegy a rettegbe. Hallod, kaptam egy bone mealt a haltól. Na, az nem rossz. A few moments later. Ez még lehet tudnék valamit, csak... Na, még ezt a pár alat kiszedem innen. Meg akkor már ezt a tintahalat is, mert a squid az jó, mert squid game. Már öltem annyi halat, életemben nem öltem ennyi halat. 44 halam van, vágod? Pár kajánk lesz, ezt tudti. Már van több is, mint 64, akkor már meg is eszek egyet-kettőt, hogy legyen fullon a kajacsíkom. Szóval, ha most jön valami szörny velem szembe, akkor egy pikexel tudok védekezni ellenük. Tiszta Fortnite. Na, itt van. Blokk. Hallod? Tisztára belaggoltam, amikor kiírtad a chatre, hallod? Nem tudja a játék feldolgozni ezt a hatalmas nagy... Mi az Isten? Itt spawnolt le mellettem egy izé. Egy ilyen trader, bácsi. Jó, felőlem. Jó, mondjuk tudod mit? Megölöm a ezért. Ó, ott vagy, látlak, látlak. Na, füssük meg ezeket, mielőbb, mert nem akarok többet nyersen megenni. Na, akkor a kutyák remélhetőleg ide teleportálnak. Azt amúgy ez rohadt jól néz ki. Ez rohadt jól néz ki, hallod? Téged fel kéne menni építésznek a mesterem célra, te lennél ott a legjobb. Crafting table, jó, az itt van még. És ott is van a gyémánt balta. Akkor ide kell három. Ide kell három. És ide kell három, hogy? Jó, maradékot meg berakom random ide, oda, oda, oda. Amúgy itt ezen gondolkozok, hogy... Várjál csak. Azon gondolkoztam, hogy itt nem jöhetnek át vajon? Zombified Piglinek? Jó, mondjuk, hogy át is jön évente egy-egy, ezt simán megöljük, csak ne az legyen, hogy tele lesz majd, szóval hát... Nem tudom, ide lehet... Biztos, hogy nem lesz tele. Hát, jó. Na, leültettem ezeket a dögöket. Hallod, átment a Netherbe, én kihalok ezeken. Hogy lehet ennyire idióta egy Minecraft mob? Érted? Fogja, azt átmegy a Nether. Én kiégök. Na várj, visszahozom. Hagyj a francba. Jó, hagyjuk. Ne hozz vissza. Hagyjuk, dögöljön meg. Jó, hogy közül. Ja. Na, de akkor szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Haladtunk, fejlődtünk. A ház is majdnem kész van. Bányáztam egy kis diát. Elég sok vasat. Hát... Igazából elég sok minden történt ebben a részben, de hát igazából még
nagyon semmi projektet nem kezdtünk el, amit lehet el is kéne hamarosan kezdeni. Szóval, ha tetszett volna ez a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem szeretnétek még lemaradni hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, sziasztok! Sziasztok!